Hello és üdvözöljük egy új videóban a high rendszerek építéséről és a csővezeték tervezésről. Ebben a videóban szeretnék foglalkozni a szelepek, flens csatakozások, valamint a további csővezetékek beépítésével. A legutóbb elkészített csővezetékbe egy kézi elzárást vagy egy visszacsapó szerepet kell beépíteni. A beépítés az alkatrészcsere parancs segítségével történik, mivel a vezetője már egyenes csődarabokkal van felszerelve. A következő párbeszéd a blackban most kiválaszthatom a kívánt alkatrésztípust, ebben az esetben egy szerepet. A vezetőjel kiválasztása után a megfelelő alkatrészek a csőosztály alapján definiálhatók. A mi esetünkben négy különböző szereptípus áll rendelkezésünkre. A kiválasztott szerep most dinamikusan elhelyezhető a vezető élen. A beállítás után automatikusan történik a tömítések, flenszok és csővezetékek beépítése, ahogyan azt megszoktuk. Ha a szerep beépítése után szükség van a szerep pozíciójának megváltoztatására, ez a vezetője mentén a dinamikus lefolyásváltozás során történhet. A szerepek elhelyezése manuálisan is történhet. Ehhez a csőalkatrészek parancsot használom. A komponens beépítési párbeszéd ablakban most meghatározható, és kereshető a kívánt alkatrész típus. Kiválasztok egy visszacsapó szerepet, és elhelyezem a vezető élen. Ezután a vezetőjét még alkatrészekkel látják el. A szerepek beépítése után most már flens csatakozással rögzíthetők. Ez a flens versaugunk parancsal történik. Kiválasztom a kívánt alkatrészt, és a tárolt flens csatlakozás a megfelelő méret és alkatrésztípus szerint kerül elhelyezése. Így a későbbi izometria vagy Anyagkivonatok kivonatok számára minden szükséges kiegészítő készlet és szabvány alkatrész rendelkezésre áll. A következő lépésben egy oldalsó leágazást szeretnénk csatlakoztatni a meglévő emelővezetékhez. Ehhez előzetesen egy másik vezető vezetőért csatlakoztattak a csőzöz. A vezetője beépítése alkatrészekkel most ismét a Bauteilein Bauparancs segítségével történik. Újra kiválasztom a kívánt alkatrészt. Beállítom a kívánt névleges átmérőt, és a csőosztályban keresek megfelelő alkatrészeket. A golyószelep beépítése után a többi alkatrész is az alkatrészek beépítésével kerül elhelyezésre. Egy vakflenshot helyeznek el, valamint egy szabványflenzt. A szelep mindkét két végén. A fővezetékhez való csatlakozás egy egyenes csődarabbal történik. Ezt szintén az alkatrészek keresése során választják ki. A vezető él. Jobb gombbal történő kattintásával most automatikusan alkatrészekkel tölthető. A hegesztés ebben az esetben automatikusan készül el. A felesleges vezetője most már problémamentesen eltávolítható. Ezt követően ez a szelep is csatlakoztatható. Köszönöm a figyelmet, és viszontlátásra legközelebb!